A negyedik mesében olyasmi történik, amitől még a zab felfújt sem ízlik. A testvérkéim még csak óvodások, de az én szemem hamarabb kinyílt, mint az övék, ezért Kopogi doktor bácsi, a piros sapkás harkály azt tanácsolta, hogy már most irassanak be a mezei általános iskola első osztályába. Nem is bántam, mert már minden óvodás játékot tudok. A ne néz hátra jön a rókát, és a csicseri borsót is. Az iskolába Szürke anyu vitt el egy jószagú tavaszi reggelen. Nálunk tavasztól őszig tart a tanítás, hogy mire beköszönt az őszi vadászat, meg a téli álom ideje, mindenki elég okos legyen. Az udvaron sokféle mezei gyerek gyülekezett. Kis nyuszi, kis ürge, kis hörcsök, sőt, még cirókát és marókát, a róka kislányokat is láttam, mert a mezei általános iskolába mindenki eljöhet. Azért általános. Szürke anyu megsimogatott. Eredj közéjük, és barátkozz velük össze, amíg becsöngetnek. Ő pedig ment tovább, bevásárolni a zöldséges boltba. Furcsa volt egyedül áldogálnom ennyi idegen gyerek között. Otthon mindig törődött velem valaki, itt meg észre sem vettek. Körülnéztem, hogy nincs-e ott tüskebőki, de helyette Ásó Matyit, a bársony ruhás kisvakontot pillantottam meg egy csoport közepén. Bámuló nyuszikáknak magyarázta büszkén. Az én apukám alagút tervező volt, és ő építette az abkörúti aluljárót. Bizony! Mindenki megilletődve hallgatta, csak egy kis hörcsök fortyant fel izgatottan. Az is valami? Az én papám akkora terményraktárt vezet, amibe 1000 búza szem belefér. Hű, ámuldoztak a mezei gyerekek, és a kis hörcsök körül is mindjárt csoportosulást támadt, akárcsak a róka kislányok mellett, amikor eldicsekedtek vele, hogy az apukájuk milyen híres könyvet írt a libamágy gyulladásról. Én egyik lábamról a másikra álltam, mert nagyon szerettem volna valami nevezeteset mondani Szürke apuról, hogy engem is körülvegyenek és megcsodáljanak, de semmi sem jutott az eszembe. Mert Szürke apu csak bejár naponta a zabhegyező üzembe, sohasem késik el, és sohasem történik vele semmi különös. Igazán borzasztó. Éppen duzzogásra húztam az orromat, amikor valami megszúrt. Nem is valami, valaki. Mert abban a percben érkezett oda tüskebőki. Máskor, ha megszúrt, mindig bocsánatot kért, de most elfelejtette, csak lelkendezett hangosan, hegyes kis orra fény lett, és az utca felé bögdösött vele. Csupafül, csupafül, ott az apukád, nézd, hogy lapátolja a zabot. A szívem kalimpálni kezdett. Az nem lehet, makogtam, de akkorra már mindenki engem nézett, azután a kerítésen át azt a szürke nyuszi bácsit, aki odakint az utcán derekasan lapátolta fel egy kátyúba billent kocsira a szétszóródott tavalyi zabot, és hessegette felőle a madarakat, nehogy ellopkodják. Látod? Ragyogott tüskebőki szeme. Ugye mondtam, hogy az ott az apukád? Nagyon tévedsz, kiáltottam rá mérgesen, úgyhogy a többiek is hallják. Az nem az én apukám. Nem? Nem a tiéd? Nem! Toppantottam elszántan. Nem az enyém, és máskor nyisd ki jobban a szemed. Ó, én azt hittem. Én úgy láttam, magyarázta zavartan tüskebőki, de hangját elnyomta a szarkacsörgés, én pedig hátat fordítottam neki. Sorakoztunk, és bementünk az iskolába. Nem néztem senkire. Azt se tudom, ki volt a párom, de úgy éreztem, hogy mindenki engem néz. A fülem égett, és folyton akkorákat kellett nyelnem, mint amikor beteg vagyok, és gombóc van a torkomban. Nyulambulam tanító bácsi kedvesen végignézett az osztályon. Barátságosan mozgatta a bajuszkáját, és mesélt, mesélt, amiből egy munkot sem értettem. Mert a gondolatom egyre csak azon a szürke ruhás nyuszi bácsin járt, aki odakint lapátolja a zabot. Vajon befejezi-e, mire vége lesz a tanításnak? Akkorát találtam sóhajtani, hogy Ásó Matyi megbökött. Neked meg mi bajod? Most vettem észre, hogy mellette ülök. A harmadik padban, jobbra. Semmi, makogtam vissza halkan, de nyulambulam tanító bácsi mégis észrevette. Óra alatt nem fecsegünk,
emelte fel a hangját. Igenis, nem, mondtam zavartan, és mert még nem tudtam, mit kell ilyenkor tenni egy mezei iskolában, hát felálltam. A tanító bácsi hirtelen elmosolyodott. Remélem, jó kis diák leszel, csupafül, mert az édesapád nagyobb derék. Ha ma reggel oda nem áll fellapátolni az utcáról azt a sok széthullott zabot, bizony nagy kár éri a zabhegyező üzemet, meg az egész jószagú rét lakosságát. De ő nem restelte. Hát azért mondom, szégyent ne hozz rá. Az osztályban egy pisztenés sem volt. Csak Tüskeböki apró szeme ragyogott fel újra vidáman. Alig várta, hogy óra után oda jöhessen hozzám. Ugye mondtam, csupa fül, ugye mégiscsak nekem volt jobb a szemem, újongott örömében, mert egy percig sem jutott eszébe, hogy létezhet olyan kisnyuszi, aki megtagadja az apukáját azért, nehogy azt higgyék róla, hogy csak egy zablapátoló. Nyulambulam tanító bácsi sem gondolt ilyesmire, de még maga szürke apu sem. Amikor már ebédnél ültem otthon, és a tányéromon ott illatozott a finom zab felfújt, mosolyogva fordult hozzám. No, kisfiam, milyen volt az első nap az iskolában? Tanultál-e valamit? Igen, tanultam. Feleltem mélyen a tányéromba nézve, és a szavakkal együtt kibudjant belőlem a sírás, ami egészen addig folytogatott. Ó, te kis buti, nem kell azért sírni, vigasztalt szürke apu kedvesen, majd megszokod, és meg is szereted az iskolát. A homlokomra barackot nyomott, de attól még jobban zokogtam, és nem bírtam megenni a finom zab felfújtat, a legkedvesebb ételemet. Természetesen mindenki azt hitte, hogy az iskola miatt. Most is csak nektek árultam el az igazat.